Magyarországon, hogy egyetlen egy statisztikai adatot soroljak, évente durván 50 ezer ember szenved szélütést, ebben a pillanatban, hogy beszélgettünk, 180 ezer szélütésen átesett ember él, és sajnos Magyarországon minden negyedik szélütött ember 60 évnél fiatalabb. Bizonyára mindenki, így a kedves néző is tapasztalta már, hogy a háztartásában, házában vízkövesedés alakul ki, hogyha azt nem gondozza megfelelően, és egy idő után nem folyik rendesen víz a csapból, horribile dictu el is záródik. Ez a folyamat, az élelmeszesedés, ez már a második életévtizedben megkezdődik, és folytatódik a szívkosszú erekben, az alsó végtagot ellátó erekben, és természetesen az agyat ellátó erekben is. Közös gyökere van tehát a szívinfarktusnak, az agyi vérkeringési zavaroknak, magyarul szélütés, idegen szóval stroke, vagy az alsó végtagi élszükületnek. Én ezért mindig azt szoktam mondani, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet megelőzni a szélütést, akkor sokkal helyesebb úgy beszélni és úgy feltenni a kérdést, hogyan lehet az érbetegségeket megelőzni, hiszen ezek testvérek, nővérek, a szélütés, az agyi infarktus és az alsó végtagi élszükület. A rizikótényezők, amelyek befolyásolják is, a közösek. Nyilván vannak, amelyeket nem tudunk befolyásolni, milyen genetikai öröklési háttérre rendelkezünk, de nagyon sok mindent befolyásolni tudunk. A magas vérnyomást, a cukorbetegséget, a mozgás hiányt például, akár a vérzsíroknak a szintjét, táplálkozást, ezeket mind-mind befolyásolni tudjuk, és akkor valamennyi érbetegségnek a valószínűségét csökkentjük. Ha valakinek például össze-vissza működik a szíve, és ezt érzi, akkor ne csak a szív problémájára gondolja, mint szövődményre, ne csak szívinfarktusra, vagy krónikus szívritmus zavarra, ez is összefüggésben lehet egy később kialakuló szélütésnek. Tehát a szív megfelelő ellenőrzése szintén szélütés prevenciót jelent. De ha bárki szokatlan dolgot észlel, például valamilyen végtagügyetlenséggel, jobb oldali végtagügyetlenséggel vagy zsibbadással együtt még szótalálási nehézsége is van, vagy akár valamelyik látóterének a beszűkülését érzi, átmenetileg jobbra vagy balra egy területet nem lát, ezek már figyelmeztető jelek, olyan szintű figyelmeztető jelek, hogy ezekkel valóban azonnal orvoshoz kell fordulni. Korábban ezzel a már kialakult szélütéssel sok mindent nem lehetett kezdeni. Kb. 20 éve van a úgynevezett vérrögoldó kezelés, ami azt jelenti, hogy egy nagyon rövid időtartamon belül, hogy a tünetek kialakulásától kezdve maximum 4,5 óra telhet el a vénás kezelés megindításáig. Ez alatt be kell vinni a beteget a kórházba, ez alatt CT-t kell készíteni, kizárni olyan körülményeket, amelyek megakadályozzák a vénás vérrögoldást, és azonnal lehetőleg minél hamarabb el kell kezdeni. Egy nap után gyakorlatilag nincs mit tenni akut körülmények között egy súlyos szélütéssel. Az előbb 4,5 órával beszéltem, mit keres itt egy nap. Az utóbbi időben, az elmúlt 2 év fejlődésének köszönhetően leegyszerűsítem a dolgot, egy dugóhúzószerű műszerrel, természetesen az artérián keresztül is invázív, tehát nem vénás módon fel lehet jutni az agyat ellátó érbe, tehát konkrétan a szem mögé, és kihúzni szerencsés esetben azt a vérdugót, amelyik elzárta az eret. Ez már sokkal időigényesebb, és speciális módszerekkel, például MR segítségével szelektálni lehet azokat a betegeket, akik alkalmasak erre a kezelésre, hiszen 4,5 óra az egy komoly időablak, de kiderült, hogy legalábbis néhány betegnél, és ez nagyon fontos, hogy nem mindenkinél, csak néhány betegnél, és csak MR vagy speciális CT vizsgálat segítségével szelektálni lehet azt a néhány 10-15%-ot, akinél érdemes ezt is megpróbálni, mert a beteg nem marad béna. A vénás kezelés után durván minden harmadik beteg tünetmentes lett, vagy minimális tünetekkel távozott. Ez egy óriási élmény nem csak a betegnek, hanem egy óriási siker és fantasztikus örömélmény az orvosoknak.